Sziasztok, Áram vagyok, a tekötő.hu-t nézitek, és a OnePlus 2-t látjátok, pontosabban annak dobozát. A képen megérkezett a OnePlus második okos telefonja hozzám, és megmutatom azt, hogyha esetleg az elsők között vagytok, akik megvásárolták ezt a készüléket, akkor milyen lépéseket kell végrehajtanotok első bekapcsolás során. Nyilván célszerű első körben kinyitni a dobozt, itt van benne felül a telefon, amit egy védőfólia borít. Itt látható maga a telefon, kihúztam. Gyárilag fel van rá helyezve egy védőfólia. Ez talán itt látszik a hangszóró körül legjobban. Ez azért is jó dolog összességében, mert így gyárilag védve van a készülék. Egy picit a karcokta, nekem egyébként edzett üveg van a kijelzőn. Amit még tudni kell, a dobozban, ebben a pici mini dobozban van még a használati útmutató angolul. Ezen kívül, hogyha tölteni szeretnénk a telefont, akkor itt van a töltő, ami 2 amperes, tehát viszonylag gyorsan fel fogja tölteni az akkumulátor. Illetve itt van a kábelünk. Erről a kábelről azt érdemes tudni, hogy ez egy reverzibilis kábel, azaz mindegy, hogy hogy dugjuk bele a csatlakozóba. Ez az új USB-C csatlakozóval rendelkezik. Így néz ki. Ez eltérő, mint a micro USB kábel, amit megpróbálok megmutatni. Ez bal oldalon látszik a micro USB, jobb oldalon pedig az USB-C. Egy picit szélesebb az USB-C, hasonló magasságú, viszont érdekes, hogy még a micro USB csak egyféleképpen nyomható bele a csatlakozóba, addig az USB-C kétféleképpen. Ugye beledughatom így is, vagy rögtön beledughatom így is megfordítva, nem számít, ugyanúgy fogja tölteni a készüléket. Ezen kívül, amit még jó tudni, hogy a hagyományos USB csatlakozó is, tehát a Type-A csatlakozó is reverzibilis, tehát ezt is, ugye itt van a töltőben az USB csatlakozó, rádughatom így, vagy fordítva így is, mind a két módon tölteni fogja a készüléket, azaz nincs probléma ebből a szempontból töltésnél. Viszont azt tudni kell, hogy ezzel a kábellel tudjuk tölteni a OnePlus 2-t, viszont a micro USB kábellel nem. Amikor megvettük a OnePlus 2-t, kicsomagoltuk, be kell helyeznünk elsőnek a SIM kártyát, ehhez le kell vennünk a hátlapot, ami elég jól rá van pattintva körbe, emiatt egy picit erősen körbe kell pattintgatni, körbünkkel vagy valamilyen nem éles tárgyal alányulni. És itt a bal felső sarokban lesz a tálca, ahova 2 darab nanoSIM kártyát tudunk behelyezni. Én most egy darab ilyen kártyát teszek be a tálcába, de egyébként 2 is behelyezhető, hiszen dual SIM képes a OnePlus 2. Ezt a tálcát utána betoljuk, és így lehet majd telefonálni. A hátlapot célszerű körbe pattintgatni minden oldalról, ami eléggé sok füllel rendelkezik. A bekapcsoló gombunk itt van, jobb oldalt, középen, ezt hosszan, hogyha megnyomom, akkor rezzen egyet a telefon, és az Android operációs rendszer el is kezd betölteni első alkalommal, ugye itt majd szükség lesz egy gyors beállításra is, amit mindjárt megteszünk. Köszönt is rögtön magyarul minket a készülék, hogy többféle nyelv is kiválasztható, de elérhető a magyar is, nyilván erre fogjuk állítani. Ezt követően a kis sárga körre kattintunk. Kiválaszthatjuk a Wi-Fi hálózatot, amihez csatlakozhatunk. Rányomunk a kapcsolódás gombra, és egy IP cím lekérése után csatlakozik is. Ellenőrzi rögtön a kapcsolatot. Rákeres szoftver frissítésekre, és már adhatjuk is hozzá a Google fiókot.
hogy a billentyűzet rögtön felugrik, ahogy belekattintok a szövegdobozba. Nem szükséges gmail-es e-mail cím esetén végigírni. Az e-mail címet elég csak a kukac előtti részig beírni, majd a következő gombra kattintok, ahol hitelesítés kéri a jelszót. Miután a jelszót is beírtam, megint csak a következő gombra kattintva megkezdi a bejelentkezést, elfogadom a különböző feltételeket. Ugye ehhez egyébként internetkapcsolat szükséges mindenképpen, tehát vagy mobil internet, vagy wifin keresztül elérhető internet, ahhoz, hogy ezeket a beállításokat így végig tudjuk vinni, de ha nincs internet kapcsolat, akkor sincs probléma, hiszen akkor is lehetőség van bizonyos szintig beállítani a készülékeket. Korábbi készülékről akár beállíthatóak a adatok visszatöltései, itt azon készülékek láthatók, amelyekhez már hozzáadtam a fiókomat, illetve kiválaszthatjuk azt is, hogy mely alkalmazásokat töltse le és telepítse a készülékről, viszont én beállítom ezt most új eszközként, így egy teljesen új beállítást kapunk. Menjünk a következőre, képernyőzár beállítása következik, tehát célszerű rákattintani, viszont amit látszik, hogy nem tudjuk még az ujjanyomatot itt beállítani, emiatt nem is fogjuk ezt, hanem az átugrásra megyünk, és a mégis kihagyom gombra. Elfogadjuk, hogy a Google különböző adatokat küldjön ide-oda, és elvileg kész is van a OnePlus beállítása. A OnePlus élményt kell még beállítanunk. Be lehet állítani például a szoftveres gombok használatát, ami azt jelenti, látszik, hogy alul megjelennek majd ez a három gomb a hardveres gombok helyett. Ez akinek kényelmes, beállíthatja, hogy maradok egyelőre a hardveres gombnál. Különböző kézmozdulatokat lehet ugye beállítani. Ébresztés kettős koppintással, kamera megnyitáshoz rajzolunk egy O jelet a lezárt képernyőn, a lámpa be- és kikapcsolásához egy V-t, zene vezérléséhez pedig ugye vagy egy pauz jelet, vagy egy nyilat kell rajzolni a lezárt képernyőn. Választhatunk billentyűzetet is, a Swift Key vagy a Google billentyűzet közül tudunk választani. Most kiválasztom a Google billentyűzetet, illetve van egy Shelf nevű beta opció, ami, tehát ez beta funkció. Itt, amint látszik is, egy helyen lehet tárolni, illetve rendezni a fontos dolgokat. Ezt bekapcsolhatjuk, vagy kikapcsolhatjuk. Mivel ez egy beta opció, egyelőre azt mondom, hogy még jobb kihagyni, de természetesen ki lehet próbálni. Kész is van a telepítés. Rögtön köszönt is minket a főképernyőn a rendszer, itt alul van a menügomb, ahol elérhető a menü. A home gombot nem is kell megnyomni igazából, ez az ujjanyomat olvasóra épül, illetve még ami érdekes, ha belemegyek a beállításokba, akkor megkeressük az ujjlenyomat olvasót, ahol ezt hozzá tudjuk adni az ujjlenyomatot. Rámegyek a tovább gombra, és hozzá kell érnem a gombhoz, ugye ez az előlapi gombhoz, és amíg rezzen rajta tartom, majd felemelem és újra hozzányomom az új begyemet. Többször kell hozzáérni ahhoz, hogy feltérképezze a teljes ujjunkat, és azt tudjuk használni. Be is van állítva, beállíthatom a feloldást új lenyomattal. Mindjárt meg is nézzük, hogy hol pontosan. Aha, ahogy látom, egy elsődleges opciót be kell állítani. Beállítunk egy PIN kódot, illetve ezt követően lehet az új lenyomatos azonosítást bekapcsolni, és így válik elérhetővé. Több új lenyomatot is hozzá lehet adni, akár 5 darabot. De azt jelenti, hogy ha kikapcsoltam, nem kikapcsoltam, hanem készenlétbe tettem, akkor egyszerűen ráhelyezem az ujjamat, és felold. De lehetőség van
arra is, hogy csak így ráteszem és meg sem nyomok semmit, csak a készenlétben lévő telefonnál az ujjlenyomat olvasóval feloldom. Beállítottuk tehát a készüléket, ezt használhatjuk innentől kezdve. A Google Play áruházból lehetőség van letölteni a kedvenc alkalmazásainkat, amit használnánk, illetve ujjlenyomat védelemmel is elláttuk a készüléket. Ez volt tehát a OnePlus 2 az első beállításai. Kövessétek továbbra is a tech2.hu oldalt. Sziasztok!